Hát sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, a Subnautica Below Zero végigjátszása. És készen állok mindennel ahhoz, hogy visszacsináljon a robot lépegetőnket, de megmondom teljesen őszintén. Annyira nem látom okát. Igen, igen, ez a helyes megfogalmazás, annyira nem látom okát, hogy visszacsináljam. De lehet így is, úgyis vissza kéne. Jó, tudjátok mit? Csináljuk vissza, és aztán visszük magunkkal. Mekkora mélységmodul ez? Kettes mélységmodul. Hopp, nem így. Na, a cucc kell nekem, ahol tudok cuccokat készíteni. Ezt jól meg azt mondottam. Nem az előző részben, az előző rész és e rész között nagyon sokat farmolgattam össze-vissza, hogy ez vissza lehessen állítani elég könnyen. Tehát látjátok, csak így bedobjuk, aztán már készül is az új lépegető, illetve a módjai is el vannak készítve. Viszont, ha minden igaz, megvan a mélységmodul 3 is. A bubin. Ezen meg ugye a mélységmodul 2 van. Nem már most komolyan leúszol legalább aljára. Az utolsó alkalommal emlékszem, amiatt nem úszott le ide legaljára, mert ráesett a hajómra. Hát figyeljetek, jó az így nekünk, oké. Okay. Fejlesztésekhez hozzáférés. Ez így mű... Ó, ezeket most mind eldobáltam, hát ezt tökre nem így akartam, bro. Ja. Ez nem is fejlesztés, ami ott volt. Így. Mindet felvettem vajon? Reméljük. Na, kezdjük előre. Köszönjük. Inkább erre. Nem tudom, melyik kézre rakjuk. Így. 1100 méter. Ez így jó? Azt hiszem így, akkor most mindenbe raktam. Igen, nagyon úgy néz ki, hogy minden megvan, amire szükség van. Na, akadjunk be. Ezzel ütünk, ezzel meg húrunk. Jó. Felszállunk. Na, nem tudom, hogy a bubit vigyem, vagy a lépegetőt. A lépegetővel sokáig tartana eljutni oda. Viszem mindkettőt. Tudjátok, hogy viszem mindkettőt. Majd ott hagyjuk valahol. Hopp, ez... Na mi van, ez nem így... Ez nem működik így? Oké, okay, legyen, legyen. Ez nem működik így. Várjátok, akkor be kell dugnom a bubit. Pláne most ennél a lépegetőnek most nincs az ionos cucca megcsinálva. Tehát most nincsen ion energiatárolója. A bubi az most jobban működne ebből a szempontból. Meg nagyobb tárhelye van. Burkolat állapota. Na, mi van veled? Mi van veled, kedvesem? Mi történt veled, bubi? Jaj. Na, szálljunk be. Úgy. Tudjátok mit? Ez 1000 méter. Nem viszem a bubit. Azt sem tudom, hol volt az állomás, ahol mennem kell. A mélységben a korallos résznél volt. Nem, a bubi marad, nem érdekel, a bubi marad. És jó, azt hiszem akkor erre a pilóta utolsó ismert állapota, ismert pozíciója. Több ilyen, minek nevezik ezeket? Ilyen jelzőt kéne elhelyeznem. Mert konkrétan most nem is tudom, egyet is elhelyeztem? A bázison kívül. A bázisnál helyeztem el egyet. Sehol máshol egyszer nem használtam egyet se, pedig nagyon sokat segítene a hely meghatározáson. De az a helyzet, hogy egyébként a relatív pozíciók alapján megjegyzem kb. Tehát az utolsó ismert pozíció alapján, meg ezek a cuccok alapján így megjegyzem jóformán, hogy hol vannak.
Arról nem is beszél, hogy nagyjából kezd köralakoz, köralak... kezd körvonalazódni bennem az, hogy melyik biom hol van. És a biomok alapján ugye tudjuk, hogy akkor jó, abban a biomban ez van, abban a biomban az van. És így. Na, de majd... Na, nektek kivágom azt az utat, amíg oda találok. Oké, okay, clearly nem jó helyen vagyok, viszont találtam olyan dolgokat, amiket még nem találtam meg. Szóval nem baj. Ez mit ad? Már olyat, ami megvan nekünk. Itt van egy... There I was, 500 meters below sea level. Chunks of the sea base sank around me. One hand gripped the monster scales. The other was clamped around the shard of metal I'd lodged into her eye socket. A Reaper. Wounded, maybe, but still deadly. I'd already taken out one eye. I damn near carved out the other. We were headed for the void at the crater's edge. Blinded, she was spiraling deeper. I had a choice. Hold on, or let go. I clung for dear life as she took us deeper. I had 1 minute of air in the tank. Back then, I could go another 3 with what I had in my lungs. So I had 4 minutes to kill the Reaper, minus a few to get back to the surface. It ain't that I like killing folk. It's just sometimes what you need is on the inside of someone else's rib cage. I killed that beautiful, terrifying creature, and I made for the surface. When I caught my breath, I realized we'd come further than I thought. I was surrounded by watery void, just me and ocean. Nothing else. Hogy jutottam vissza hozzá? Nem hoztam elég kaját arra, hogy elég sok időt elidőzök azzal, hogy megtaláljam újra azt a kristálypalotát. Aj, pedig azt hittem tudom, hogy hol van. Na, mint kiderült, jó helyen jártam az első alkalommal, csak nem találtam feltétlenül meg. Így most végig kutattam az egész világot jóformán, hogy utána megnézzem videóban, az én videómban, hogy hol találtam meg. És aztán rájöttem, hogy ja, jó helyen voltam az első alkalommal. Na mindegy. Keressük meg akkor azt a részt, ahol ténylegesen azon nagyon kristályos rész van. Még mielőtt mondjuk bemegyünk azelőtt, hogy ezt javítsuk be. Így. Ó, ott van a Leviathan. A Leviathan. Most tudom, hogy oda ment le, ahol a... Erre még lejjebb vannak. Azt a részt keresem, tudjátok, ahova leúsztam. Mert most le tudunk már menni. Ezzel a hajóval. Valamiért úgy érzem, hogyha a jobb oldali falat követem, akkor előbb vagy utóbb meg fogom találni. De lehet ez totális tévedés. Oh. Azt hiszem átférek itt. És átfértem. Yay! Ez mi ez a rész? Hát lefértem. Erre csak nyersanyagok lesznek, nem? Nagyon úgy tűnik, hogy erre csak nyersanyagok lesznek. Ez... Mindegy, ez amúgy se az a rész, amit keresek. Most merről jöttem. Szerintem erre kell mennem. Ez itt előttünk. Oh boy, ez itt előttünk. Ez lesz az. Na, végre megtudom, hogy mi van itt. De mivel utolsó szintű mélységmodul kell hozzá, lehet, hogy hiába jutok el ide, ez lehet, hogy ilyen végjátékos dolog. Szóval ide már kellene az ilyen cuccok, amit a robotnak építek a fejemben.
vagy a másik létformának, amit építek. Aha. Lehet be tudtam volna amúgy úszni ide. Ezt javítsuk meg előbb. Ezt ha jól sejtem, akkor ez ilyen légüres tér. Aha. Nice. Na mi van itt? Eléggé mélyen van, szóval valami nagyon fontos kell, hogy legyen itt legyen. Mert elég nehezen megközelíthető, illetve az a Leviathan is ott van. Leviathan is ott van. Na? Na? Ott egy pók. Pókok. Építész komponens. You will be able to construct bionic organs with the scanned material, both primary and secondary. Our designs provide for redundancies. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. Aha. Ennyi? Mármint, oké, okay, ez egy fontos komponens volt, de ilyen kockát szerettem volna. Szerettem volna, hogyha van itt egy ilyen kocka. De nincsen. Nincs itt esetleg kiesve, nincs. Erre lefele. Nem úgy néz ki. Hát jó van, srácok, hát figyeljetek, megtaláltuk ezt is. Viszont van még egy pont, ahol el tudunk menni. Oda. Építészerekkel Z13. Nézzük meg azt. Mert még egy komponensre van szükségünk. Ahhoz, hogy el tudjuk készíteni az építésznek a testét, illetve egyébként még a vízfelszín fölötti bázisokon se voltunk. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Mm-hmm. The crystals in this environment are confusing my senses. And yet I feel certain there is something important below. A facility or a body component. Perhaps both. I cannot tell. Ezt már később mondja. Most jöttünk le lentről. De mindegy, köszönjük az információt. Valahogy viszont fel kell jutnom. Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. Jeez. Aj, szóval erre volt szükségem. New technology acquired. Ezt is itt hagytam. Hát ez... elképesztő, hogy ennyi mindent hagytam hátra. Ne morogjál. Olyan popont kapsz tőlem. Éppen morcos vagyok. Rálépek a farkadra. Ugrálok a farkadon. Messze. Lesokkolom az agyadat. Tudtam, hogy valamit itt hagytam. Valahogy nagyon éreztem, hogy valaminek kell itt még lennie. Mert ebben a témában semmit nem haladtam. Na, mivel nagyon szeretném látni, hogy mi lesz ebből, hogy lekapcsoljuk azt a vackot, ezért a következő célunk az lesz, hogy azt megnézzük majd. De először is lehet, sőt nem, először elmegyünk a Z13-hoz. Már ki is jelöltem, már itt van a fejem alatt, csak nem látjátok, mert eltakarja a kamera képe. De várjátok, így nem, így, látjátok ott azt a részt ott, meg azt a részt ott. Az a kettő, a teherszállító hajó védelmi modulja, meg ez a valami tesztelős cucc, amit lehet használni.
ezt a kettőt. Ú, de olyan valami tyúk kell hozzá. Mi kell hozzád? Hol vagy? Ez. Párhuzamos feldolgozó egység. Ja, jó van, nem lesz probléma. Azért, hogy nyersanyagügyileg annyira jól állunk, hogy nem lesz gond. Nem lesz gond. Ó, itt vagyunk a Delta állomásnál. A túloldalán lesz az egész. Akkor nagyjából arra fele, amerre van a föld alatti bejárat a másik bázisra. Ez azt kell mondjam egyébként, hogy kifejezetten egy vonalban van belünk. Szóval ekkora magasságban lesz, akkor ez nem lesz a vízben. Ez a felszínen lesz, hogy ez így fog maradni. Meglátásom szerint. Vagy mindjárt kiderül. Jártunk már vajon erre egyáltalán? Nagyon sok ilyen buborék cucc van itt. Buborék fejűek. Ulala. Itt egy kikötő. Meg egy torony. Aha. Jó, hát... ez az állomás, kérlek szépen, srácok, ez biztos, hogy a felszínen van. De én itt tuti meg fogok fagyni. Lila hókúp. Erszényes gumó. Na, hát nem baj, előbb vagy utóbb így is úgyis fel kellett jönnünk a felszínre, már csak arra kell rájönnöm, hogy ezt hogyan fogom megoldani úgy, hogy... Zenedoboz. Ah, yeah. Yeah, boy. Még egy copyrightos zene, amit hallgathatok videón kívül. Nincs nagyon messze, viszont szerintem nem fogok eljutni odáig. Megnézzük, beugrok a vízbe még, vissza. Kicsit melegedek. Úgy. És most teljes sprinteléssel neki. Szerintem ide viszont kelleni fog nekem valami meg. Menjünk fel, mert ott látok cuccokat. Jó lenne, hogyha lennének ilyen melegítő virágok, tudjátok. Miket láttunk. Itt vannak dolgok. Itt egy bázis, itt egy komplett bázis. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Ulterra, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Hidraulikus folyadék, aha. Well, ez a rész itt nem... Ez a rész most, ez nem a mostani részben lesz benne. Ezt majd össze kell hoznunk később. Viszont a következő rész tartalmában a csajnak a feladatával fogunk foglalkozni. És csak utána később... Ú, milyen zöld itt minden. És csak utána később fogunk ezzel a résszel foglalkozni. Na de örülök neki, mert most végre az van, hogy mindkettő másikat is. Már kezdtem aggódni, hogy lehet, hogy úgy fogom befejezni a játékot, hogy ezzel a kettő dologgal nem is foglalkoztam, de nem. Úgy tűnik, hogy mégiscsak foglalkozni fogok. Na jó, figyeljetek srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe, hát ott találtok mást, amit szívesen megnéznétek. És ja, majd jövök legközelebb is ezzel. Sziasztok!